kikapcsolódó rendezvényre a Kofejánc elnevezésű programmal érkeztek. Mit is jelent ez? Hát a Kofejánc, ugye ez a komplex fejlesztés játékkal is táncolnak a mozaik szava tulajdonképpen, és itt is ugye a gyerekekhez érkeztünk mozgásos tevékenységgel is, ugye ahogy nyilván a nagy mozgásukat fejlesztettük elsősorban, társas kapcsolataikat, egymáshoz való viszonyukat, téri tájékozódásukat, tehát az is már egy ilyen nagyon komplex dolog volt, illetve utána jöttek a kézműves programok, ahol pedig a finom motorikára mentünk inkább rá. Milyen táncokat hoztak el a gyerekeknek? Hát ma egy moldvai táncot ismerhettek meg a gyerekek, egy pálmácska nevű kis szösszenetet, illetve nagyon sok egyéb olyan mozgásos tevékenységet, amivel már a tánc előkészítése is történhet. Hogyan veszi észre, könnyen bevonhatók a gyerekek? Nagyon könnyen bevonhatóak voltak, hál' Istennek. Az elején, mikor bejöttek a terembe, még így néztek, hogy jó, hát most táncolni kell, akkor hogy lesz, meg mint lesz. Rögtön az első pillanattól kezdve nagyon aktívak voltak, mikor érzik, hogy ez nem egy ilyen nagyon kötött jellegű dolog lesz, hanem nyilván játékosra vesszük a formát, akkor onnantól kezdve feloldódtak, rögtön partnerek voltak mindenben. A foglalkozás alkalmával ugye említette, hogy milyen területeket fejlesztenek, ezt egy kicsit bővebben, hogyha elmesélne nekünk. Hát nagyon-nagyon sokáig lehetne mesélni, hogy pontosan miket is fejlesztenek. Nyilván a mozgásos részeknél ott tényleg a testtudatuk, akár tényleg a téri tájékozódásuk, egymáshoz való viszonyunk. Ugye volt olyan rész, ahol meg kellett fogni például egymás kezét. Nagyon sok gyereknek például ez is problémát okoz, hogy másik gyerkőchöz hozzá kell érni, főleg, hogyha egy idegen gyerkőcről van éppen szó. Szükség volt a gyorsaságukra, a figyelemkoncentrációjukra, a térirányokra, tehát mindenre igazándiból, ami a mozgással összefügg. A tánc mellett az aulában nemezeléssel is foglalkozhattak. Tehát nagyon fontos a hagyományőrzés, gondolom, ez miben merül még ki a kézműves foglalkozásokon kívül? Hát nyilván, amikor nem csak egy ilyen kis rövid szösszenettel jövünk a gyerekekhez, hanem mondjuk az év során hozzánk járnak hétről hétre, akkor még inkább bele tudunk merülni, vagy akár egy tábor alkalmával ezekbe a dolgokba. A mozgásos népi játékok, elsősorban a játékos tevékenységek is, amikre a hangsúlyt fektetjük, ott a tánc is már, főleg a nagyobbaknál ugye jobban megjelenik, akár több tájegységből tudunk nekik összeválogatni, úgyhogy ott még inkább van erre lehetőség, nem csak a kézműves programokon keresztül. A foglalkozások azért ennél összetettebbek, mint amit egy-egy programon ugye sikerül bemutatni, egy-egy szeletet látnak csak a gyerekek, a szülők. Hogyan néz ki egy foglalkozás, pontosan hogyan épül fel? Hát az elején igazándiból egy ilyen kis hagyomány kerettel szoktuk mindig építeni, vagy indítani a foglalkozást. Attól függ, hogy melyik korcsoportba jár a gyerek, ez az egy, ami biztos, hogy ugyanaz lesz. Pontosan azért, mert nagyon fontos nekik még a biztonságérzethez például, hogy megjönnek, tudják, hogy na ez fogja őket várni mindig, az az első játék. Nyilván azokat is korosztálynak megfelelően tudjuk még tovább-tovább bonyolítani. Ez egy ilyen kis keret az elején igazándiból, meg a végén is van még egy ilyen kis esővarázslós játékunk. A foglalkozások alkalmával vannak
kimondottan táncos pályák például, amiket beszoktunk építeni, mindenhol korosztályi bontásban foglalkozunk a gyerekekkel, tényleg, ahogy ő nekik éppen a korosztályuknak, vagy akár az egyéni fejlettségüknek megfelelő, mert sokszor például anyukák megkérdezik azt is, hogy hát az ő gyerkőce 3,5 éves, most akkor melyik korcsoportba is illene be, tényleg azt szoktuk megnézni, hogy a gyereknek melyik a legjobb, ide-oda átjárhatóság van a korcsoportok között, úgyhogy a táncos pályát is nekik alakítjuk a legjobban, egy szobros játékot is nagyon szépen lehet bonyolítani, vagy egyszerűsíteni annak megfelelően, hogy a gyerkőcöknek melyik jó, táncos mozgások ugyanígy. Hogy jött a Kofejenc? Mindig is ezzel foglalkozott? Hát most már 10 pár éve foglalkozom vele, kimondottan Kofejenc néven 1 éve fut egyébként így a csapat. Most készül hozzá még az alapítványunk, tehát nagyon-nagyon nagyszabású terveink vannak a jövőre nézve, úgyhogy bízunk benne, hogy azt, amit eddig elkezdtünk, azt tudjuk folytatni, illetve még bővíteni majd a profilunkat. Aki kedvet kap ehhez a foglalkozási módhoz, hogyan kapcsolódhat be a programba? Hát Várpalotán ősztől, ilyenkor nyáron nyári szünetünk van, úgyhogy ősztől lehet hozzánk csatlakozni 4 különböző korosztályban. A Kofejenc oldalt megtalálják már a Facebookon, úgyhogy azon keresztül el tudnak minket érni. Illetve már jövő héten a legkisebbeket, még 3 helyünk van, őket még tudjuk várni szeretettel. Egy babamama klubunk lesz, szintén Várpalotán, ott nagyon-nagyon izgalmas feladatokkal készülünk, még programokkal nekik, de arról is mindent megtalálnak ott az oldalon keresztül, elérnek minket, hogyha szeretnének. A sok-sok programról biztosan érkeztek már visszajelzések, ezek milyenek, milyen típusúak? Hát nagyon-nagyon sok helyre visszavárnak minket mindig, tehát nyilván költségvetés függő, idő függő, hogy mi éppen ráérünk-e, vagy nekik éppen mikor van az adott program, de eddig mindenhonnan úgy sikerült eljönnünk, hogy pozitív a visszajelzés, gyerekektől is nagyon sokszor kapjuk, úgy nyilván szülőkön keresztül, hogy úgy ment az, hogy ezt játszottuk, azt játszottuk, otthon újra játsszák éppen adott esetben, ami programot szerveztünk nekik például, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív a visszajelzés pedagógusoktól, szülőktől, gyerekektől egyaránt.